Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 11-ére. Ezen a napon minden olyan ellentétesnek tűnik, vagy két irányba kellene tekinteni. Ezen a napon van pozitív, negatív, nőies energia, férfias energia, fekete vagy fehér nap vagy éjszaka. Tehát ezeket az ellentéteket fogjuk látni. Ebben az esetben mindig jó, ha mindkét oldalra odafigyelünk, és maradunk a középpontban. De szeptember 11-én van egy titok, itt is ellentétekről van szó, de ebben az esetben egy fele kellene tekinteni. És én elárulom ezt a titkot, hiszen itt álmokról van szó, vagy álmodozásokról, és a valóságról. Tulajdonképpen mindenki azt mondaná, hogy nézd meg a valóságot, vagy legyen egy középút, de én úgy mondanám ebben a helyzetben, illetve ezen a napon, hogy figyelj oda az álmaidra, akkor is, ha mások azt mondják. Hagyd abba, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. Az a fontos, hogy higgy az álmaidban, mert ez az álom megvalósul. Figyelj oda erre. Lehet, hogy álmodsz valamit, és ez számodra egy üzenet. Az is lehet, hogy ő álmodozik rólad. Ami fontos, hogy legyen egy cél, legyen egy elképzelés, legyen meg a hited, akkor is, ha úgy gondolod, hogy ez nem logikus, mégis ez az álom most nagyon-nagyon fontos. Aztán engedd el, légy kicsit türelmes, várj, amíg a napokban kiderül a valóság, megvalósul ez az álom. Ez olyan, ez az álom, minthogyha elültetnél egy magot. Nem kell kapargálni, hogy a mag még mindig ott van-e vagy sem, hagyd nyugodni. És majd látni fogod, itt növekedés lesz. Kivirágzik valami, hiszen ez az álom megvalósul, ha hiszel benne. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá.